Így hangzik megzenésítve egy térről szóló gyermekvers. A szöveget Budaházi István írta, akinek 69 éves korában jelent meg legújabb gyermekeknek szóló könyve. A kötet a versek mellett meséket és a szerző életéből vett történeteket is tartalmaz. Mesék pedig úgy jöttek, hogy részben én írtam valamikor, aztán felújítottam őket, és ugye az évszakhoz, évszakonként ugye alkalmazkodik. Nyilván, hogy például a vadászat ugye az őszi ciklushoz került, csak példának mondom, vagy a hóemberes, az pedig nyilván, hogy télre. A mérkvállai születésű író verseivel először egy tehetségkutató ifjúsági pályázaton hívta fel magára a figyelmet, majd különböző napilapok hasábjai mutatta meg írásait, később pedig önálló kötetei is megjelentek. Az Újra szól a hívogató című könyvéről hosszabban mesél a péntek esti Weekend című műsorunkban.